Pacsi Bájterek, sziasztok, csütörtök 4 óra, helyett most vasárnap jövünk, hiszen egy picit el kell tolnunk az Árbe News epizódunkat. A tolódásnak az oka pedig már a reflektorok mögött áldogál. Ráncsuk le a leplet mai sztár vendégünkről. Harry Ketterről. Hát ez sikerült, majdnem elmondani. Közelleg. Menj odé, meg kicsit. Most nagyra nőttem. Igen, hát ez párnát rakjunk már helyünk alatt. Igen, amúgy, vagy húzzuk ki magunkat. És egy kisebb húzzam. Isten hozott Harry Ketner. Köszönöm, itt vagyunk most már a stúdióban. Tudod, mit fogunk csinálni ma este? Először kiveszem a telefonot, hogy már ezek. Mit fogunk csinálni? Híreket olvasni, a reklám után jövünk. Bizonyára hallottatok már Bözse a Sasról, a magyar... mi? Sia Probatáról. Sia Probatáról. Kaliforniában az Apple Headquarter parafaktora a tetőfokára hágott. Bizonyára hallottatok már Svanej Elizabethről, a magyar származású, de Amerikában élő olimpikonunkról. Tetszik, hogy Svanej Elizabeth? Igen, hát Bözse a Sas. A Pcsongcsangi téli olimpiai versenyen először mutatta meg tehetségét, viszont több országban világversenyeken megfordult már. A dolog pikantériája, hogy a honosított olimpikonunk, ahelyett, hogy szégyelte volna magát, még meg is veregette a saját mellét, és büszke volt magára. Jó volt, fiam. Egy esküszön, nem tudom, hogy maradt ki az életemből. Henry még nem látta ezt a videót, hogy ő most meglássa. Ő itt Bözse. Bözse a Sas. Ez ugye régen volt egy... Milyen Sas volt? Erika Sas. Edi. Edi a Sas volt régen. Angliában ugye egy nagy torony. És alapból így kell indulni? Ez eddig még oké. Alapból fentről kellett volna már elkezdeni a sebót ugye megszerezni. Neki nem kell sebesség. Nem, neki nem kell. Hiszen ő nem akar kiúrani abból a félcsőből. Most figyelj! Ne. Mondom, azért láttál már ilyet, hogy néz ki általában. Persze. Egy olyan 2-3 méteres az alap. Meg mondjuk csinálnak is valami. Igen. Oh. Ő a safety roundra rámen. Mindjárt egy teljes fordulatot, most még csak mindig ráfordul a következő íbre. Ne, én többször gondolkoztam, hogy nem hó-e kézik-e. Hopp, most! Cifráza! Cifra, várjál, nem szarral gurít, hiszen fogja és megfordul, és taglájba háttal csúszik le a végén. De nincs vége a dolognak, hiszen gondolnánk egy nagyobb hújongásra, hát mondjuk nem lehet eldönteni, hogy mi az arckifejezés, de őrül, ő büszke, őrül. Jó van, ez meg volt, ez jó volt. Azt kell tudni egyébként a lányról, hogy ő alapvetően nagyon büszke arra, hogy ő már ennyi ország szintén mehetett világverseny. De nem, ő ezt magának finanszírozta, magának edzette, és gyakorlatilag 8 éves ilyen. De ezt a szponzorok meg fogják keresni. Világ Trója címként, igen. Hírcsárdát és a Magyar Kétfarkú Kutyapártot tudom elképzelni szponzornak. Elgondolkoztunk azon, hogy mi lett volna, hogyha ugyanilyen adhok jelleggel beneveztünk volna az olimpiára. Mi legyek? Tornász. No de viccet félretéve, vannak sikereink is. Hiszen Magyarországnak 4 nagyon tehetséges gyorskorcsolyázó aranyérmet szerzett, a legelső aranyérmét Magyarországnak egy téli olimpián. A 4 aranybetyár pedig Burján Csaba, Noh Viktor, Liu Shaolang és Liu Shaolin Sándor. Mester. Történt a minap, hogy olyan cizelláltan, futurisztikus dizájnt alkotott az Apple, hogy már többször is mentőt kellett hívni. De nem egy vadonatúj elektronikai eszközről van szó, sokkal inkább arról a hatalmas létesítményről, ahol az Apple dolgozói cserengednek azon, hogy bár hasztalan, de nagyon fancy dolgokat alkossanak. Tudni kell az épületről, hogy minden üvegből van és minden átlátszó, és a serényen ott dolgozó munkások ezt sokszor nem veszik észre. Hey. Összegezvén hála az Apple-nek és a kristálytiszta üveglapoknak, jó pár munkavállaló eresztette már ki a vérét a járólapokra. Most fenemódingerült vagyok egy meeting okán, úgyhogy meg se baszom a falat! A transalviai holland fapados légitársaság egyik gépén szétfinkták az üléseket. Valószínűleg a Homán és a Peugeot elég erős volt Dubajban, de senki nem gondolta volna, hogy a bélszél ilyen Infinity Remix-ben tud működni. A kényszeredett leszállás Bécsben közvetve okozta a fing, közvetlenül a fingó ember megverése okozta. Mi van? Igazából ezzel annyit akart mondani Csabi, hogy a 4 hepciáskodó csávó szét akarta venni a fingót. Ladies and gentlemen, welcome on board. Cabin crew, ready for takeoff. Enjoy your flight. Igen. Ez egy fingós poén volt. A dolog pikantériája egyébként az, hogy a 4 hepciáskodó utas leszállították Bécsbe, viszont a fingói tovább mehetett Amsterdamban. Pacsi Bájterek, ennyik voltunk már, ne felejtjétek el, legközelebb csütörtökön 4-kor jövünk. Most picit ugye el kellett tolnunk ezt az időpontot. Nem tudom ki miért, csak
Elképesztően fontos és idegtépő kérdés foglalkozott, hogy érezted magad, Harry? Nagyon jól éreztem magam, köszönöm, itt lettem. Egyébként élőben se voltatok annyira rossz, igen. Így kamerán át még jobb arcok voltatok. Egy dolog zavart végig, egy ananász itt mögöttem, ami el van dőlve. Köszönöm. Akkor vegyük fel az egészet még egyszer. A helyzet pedig a következő, nem csak YouTube-on dübörgünk, hanem Instagramon is megtaláltok minket, persze Harry bátyánkat is, úgyhogy jobb, hogyha felnéztek hozzánk, mert különben csitt és csat. Bájtének egy nagyon-nagyon fontos kérdés, amire szeretnénk, hogy a kommentbe válaszolnátok, méghozzá az, hogy szerintetek saját magát égette le a... Milyen sas ez? Elizabeth. Böze. A böze, a sas. Böze saját magát égette le, vagy az egész magyar nemzetet leégette ezzel a kis akciójával, amit csinált. Pacsi bájterek. Tehát ott ilyenkor oda kell figyelni, hogyha nem tologatják azt a szart, hanem éppen csinálják a kaját, akkor halkan kell csinálni, mert ugye kihallatszik. Ez nem sikerült. És... Sherry és akkor bedobogtak, hogy minden teljesen rendben angolul. Ennyit akartam nagyon.